Nagy Szokolyon minden adott volt ahhoz, hogy a helyiek karácsonyi hangulatba kerülhessenek egy olyan rendezvényen, amelyet hagyományteremtő céllal szerveztek meg. Én azt szeretném, hogy a falu népe egy kicsit összekovácsolódjon, legyen összetartás az emberekben, ezért gondoltuk ezt a kis ünnepséget. Tavaly is volt, de most kis ingyen süteménnyel, forralt borral, teával készültünk, még a műsor végére fényekkel feltisztított traktorok felvonulásával, kis helyi fiatalok kezdeményezése, és ők fognak felvonni a traktorokkal, hogy kicsit színesebbé tegyék ezt a programot. A település önkormányzata igyekezett a rászoruló családokat segíteni az ünnep előtt, többek között egy országosan ismert szervezeten keresztül is. A Caritas szervezetnek tudtunk adományozni tésztát, akkor a mi tésztánkkal is bővült a csomagnak a repertoárja, meg most a gyerekek fognak kapni 3-16 éves korig egy ajándékcsomagot a karácsony alkalmából, csokoládé és édességcsomagot, meg a szociális segélyt tudtunk osztani a faluban, minden háztartás tudott kapni egy bizonyos összeget, és ezzel próbáltuk segíteni az emberek életét így karácsony közelettével. A település önkormányzata azon szorgoskodott, hogy az ünnepi hangulat visszaköszönjön a falu központjában is. Készítéssel próbálkoztunk, a fenyőfákat, a Betlehemen van fénysor, fenyőfákat felszíteltük, az emberek egy kicsit hangulatba kerüljenek. Ebből a szempontból hétvégén, tehát átbent hétvégén nem volt más programunk sajnos, de jövőre terveznénk egy ilyen programsorozatot, amivel minden hétvégén össze tudnánk hozni az embereket egy kicsit. A település vezetés részéről cél, hogy olyan programokat szervezzenek, ahol korosztálytól függetlenül mindenki jól érezheti magát. Az ünnepi műsor szereplői a helyi vállalkozó szellemű fiatalok voltak. Mert a mai világban azt gondolom, hogy mindenki az interneten, Facebookon próbálja élni az életét, és nem kontaktol, nem találkozik a másikkal, és így megpróbálják a gyerekeket is egy kicsit összekovácsolni, hogyha a műsor által is legalább itt együtt töltenek a készüléssel, együtt töltik az időt, hogy ezt próbáltuk népszerűsíteni. A gyerekeket pedig valóban elkísérték a hozzátartozók, hiszen kíváncsiak voltak arra a műsorra, amelyre már jó ideje készültek. A település központi tere megtelt érdeklődőkkel. A falu életében nem újszerű, hogy a traktorok is szerepet kapnak egy rendezvényen, noha ez az ünnephez kötődő megmozdulás más volt, mint az eddigiek. A fényfűzérbe öltözött traktorok felvonulása volt a záró attrakciója az ünnepi rendezvénynek. Elsősorban úgy gondoltam, hogy egy kicsit próbáljuk meg így a helyi fiatalokat összehozni, és ezt a dolgot népszerűsíteni. Jövőre szeretném a Traktorverseny Nagy Szokoly oldallal megkérdetni, hogy akik azt az oldalt követik és figyelik az eseményeket, hogy egy nagyobb volumenű több traktoros felvonulást csinálni, akár mint Tamásiból. Tamásiból jött az ötlet, mert voltunk, megnéztük őket, és nagyon tetszett mindenkinek, és így akkor gondoltuk, hogy itt helyi szinten is megcsináljuk picibe. Jövőre meg, hogyha sikerül a nagyobbat, akkor az még jobb lesz. Tudom, biztos, hogy 6 darab lesz, aztán, hogyha a többiek többen is el tudnak jönni, mert sokaknak közben jött egy-két dolog, úgyhogy 10 traktor körül lett volna, de 6 az fix, hogy itt lesz, aztán megvárjuk, hogy kik jönnek, melyikinek volt ideje elkészülni. Amíg a traktorok szép lassan gyülekeztek, addig a versek és énekek töltötték meg a teret. A hűvös téli időben pedig örömmel kortyolgatták a nagyszokóiak az önkormányzat által biztosított meleg italokat. Az égen anyja száll, és együtt lenni jó. A házban zöld fa áll, a kertben hűl a hó. Fények gyújnak mindenhol, a fászás csillag ég, hogy újjongunk e bűvös éde szép. Az ünnephez kötődő legfontosabb dolgokra hívták fel a figyelmet azok a versek, amiket a gyerekek önzetlen szeretettel adtak át a rendezvény résztvevőinek. Karácsonykor csillag gyúlt ki Betlehem fele, betlehemi is istálóba Jézus született. Karácsonykor szívedben legyen szeretet. Jézus útján járjatok, mert Istenhez vezet. A rendezvény zárásaként a több száz méternyi fényfűzérrel borított traktorok járták be a település utcáit, ezzel is meghitt ünnepet kívánva mindenkinek.